Nyugalomban hajóhatász egyen. Az akció kezdetekor még sokan azt mondták, féltik a gyermekeiket, és nem engedik iskolába. Mégsem hiányoztak többen az órákról. Valójában félemkeltés keletkezett a gyerekekben, illetve a szülőkben. Annak ellenére úgy gondolom, hogy mennek az iskolába a gyerekek. Autóval és gyalogosan 200 polgárőr felváltva járőrözik Hajdúhatházon és a két környező településen. Betörésről is kaptak már értesítést. A helyszínre érkezve egy helyi polgárőr már egy civillel megkezdte a úgymond gyanúsítottak feltartóztatását, illetve elfogását a rendőrség részére, közös erővel adtuk át a gyanúsítottakat. A rendőrök is emelt létszámban teljesítenek szolgálatot Hajdúhatházon. A településen egyébként a statisztikák szerint 19%-kal csökkent a bűncselekmények száma, mondta Tasó László. A térség fideszes országgyűlési képviselője szerint az önkényes járőrözési akció káros. Senki másnak nincsen joga erre, csak a magyar rendőrségnek. Azt gondolom, mindenki más rosszul cselekszik és helytelen dolgot követel, hogyha önkéntesen válasz szerepet. Tasó László felszólította a Szebb Jövőért polgárőrség tagjait, hogy hagyják el Hajdúhatházat. Az egyesület egyébként csütörtöktől már lovas járőrözést is tart a városban és környékén.